A komplex felzárkóztató program Sátoraljaújhely hátrányos helyzetű rétegeit igyekszik támogatni. A rászoruló családok segítése érdekében külön a szülőkkel és külön a gyermekekkel is foglalkoznak, felzárkóztató foglalkozások is működnek. Itt pedagógusok foglalkoznak a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal. A szervezet azonban más területeken is igyekszik helytállni. Van játszóházi program, van meseklub, felnőtteknek kézműves program, droggal kapcsolatos előadások lesznek a pályázati programban, illetve évek óta két alkalommal már volt pályaorientációs program, eddig 5 családi napon vagyunk. Túl egészségnap volt, szűrőprogramok, szűrővizsgálatok. A tehetségkutató programban azok a hátrányos helyzetű gyermekek vehettek részt, akik a jövőben szívesen fejlesztenék énektudásukat. Cselepák Balázs és Sipos Patrika leendő mentorok fontosnak tartják a tanulók önbizalmának és előadásmódjának fejlesztését is. 6 évestől 18 éves korosztályt hívtunk meg, őket fogják a szakemberek meghallgatni, nekik fognak lehetőséget adni hetente a programon való részvételre, tehát hogy ők fognak foglalkozni a kiválasztott gyerekekkel. A tavaly megrendezett tehetségkutató nyertesei idén újra próbára tették magukat. Dominik legnagyobb vágya, hogy egyszer elismerté váljon a zenei életben, akár csak példaképe. Kicsi korom óta éneklem, egyébként múlt évben első helyezést el is értem Miskolcon, hál' Istennek. Ugye Körtvési Zsóka a mentorátja voltam. Köszönöm szépen tényleg ezt, hogy mentorált, meg ugye többi kollégának. Hát egyébként igen, kicsi korom óta zenével foglalkozom, hát szeretnék elismerté válni. Annyit tudni kell rólam, hogy igazából mindenhol tényleg a Radics Gigire nézek fel, mert tényleg ő a példaképem, és ő motivál engem, meg minden egyéb dolog, ami az énekléshez fűz. 8 éves koromtól éneklek, hát megtetszett az éneklés. Megpróbálom még egyszer megnyerni. A 2 évvel ezelőtti győztes tovább jutott a megyei döntőbe, amit szintén megnyert. Jutalma egy nyári tábor volt, ami tovább segítette a zenei vonalon való fejlődését.